Ezen a nyári szünet előtti utolsó rendesülésen döntött a pécsi közgyűlés a Zsolnai Örökségkezelő vezérigazgatójának leváltásáról. Mint ismert, heves vita és felháborodás kísérte a Városházán azt, hogy Breszik Péter helyére a karbantartásért felelős munkatársat nevezte ki a baloldal. A nemzeti oldalon kifogásolták, hogy a művészeti tanács véleményét sem kérték ki. Ez a testület a pécsi kulturális művészeti élet kiemelkedő személyiségei tömöríti, és éppen a kultúrát, művészeti életet érintő döntések véleményezésére hozták létre. A leváltás után már 3 tag megszólalt a 9-ből, mondja a városi Fidesz képviselője, de kíváncsiak mindenki véleményére. Szeretnénk, hogyha a többiek, az Ágoston Zoltán, Fabényi Júlia, P. Müller Péter, Beck Zoltán, Horváth Zsolt és a 6. tag is, a Pincei Sándor elmondanák a véleményüket arról, hogy mit gondolnak ők erről a kinevezésről, és mit gondolnak arról a kultúrpolitikáról, amelyet Péterfi Attila folytat. Barkóczi Csaba azt mondja, egyértelműen politikai alapon döntöttek, ami veszélyezteti a több milliárdos vagyonnal költségvetésen működő kulturális intézményrendszert. Ezért fontos a művészeti tanács tagjainak véleményét nyilvánosság elé tárni, véli a politikus. A polgármester úr a kulturális és művészeti intézmények élére a városban az MSZP, az 1%-os törpepárttá váló MSZP háttérembereinek kérésének megfelelően nevez ki vezetőket. Azt szeretnénk, hogyha a továbbiakban a hallgatásukkal nem asszisztálnának az az álmokfutáshoz, amit Péterfi Attila a pécsi egykor igen magas színvonalú kulturális és művészeti élettel és intézményekkel kapcsolatban végez, hanem ők is kiállnának és elmondanák a véleményüket, nem csak zárt ajtók mögött egymás között, hanem nyilvánosan is. Barkóczi Csaba kérdésre elmondta, meg kell majd vizsgálni a most induló nyári szezonban a rendezvények, mint például a Fényfesztivál pénzügyi dokumentumait. Kivel kötöttek megbízási szerződést és mennyiért? Félő, hogy a baloldali üzleti kör cégei juthatnak majd nagy haszonhoz a Zsolnai Örökségkezelőn keresztül, mondja a fideszes városi képviselő.